2-1-es Paksi vezetéssel folytatódott a második félidő a Majos Paks 2 mérkőzésen az MB3 középcsoportjában. A sereghajtó eddig még nyeretlen majosiak játékában már az első félidőben benne volt az egyenlítés hova tovább a fordítás is a markáns középcsapatnak számító Paks 2 ellen, amelyben az MB1-es keretből ezúttal a harmadik számú kapuvédőnek számító Holzer és a jobboldali felfutó hátvéd Osváth volt a visszajátszó. Hogy nem több, ez azért összességében kedvező volt a győzelemre törő Majosnak, igaz, azok, akik a neves játékosok helyett lehetőséget kaptak, nagyon is hajtottak, bizonyítani akartak Kindl István edzőnek. Dicséretére legyen mondva a hazaiaknak, felvállalták a nyílt sisakos támadó futballt a folytatásban is, föltolva a védekezésüket, bevállalva a letámadást, annak kockázatát is. Sikeresnek bizonyult ez a taktika, hisz nem csak többet volt összességében náluk, mármint a majosiaknál labda, hanem képesek voltak folyamatosan nyomást gyakorolni a paksiakra. Gyakran fordult elő ilyen és ehhez hasonlatos jelenet a mérkőzésen. De, mint utólag kiderült, vesztük le, a gólhelyzet kihasználásban ugyanis a jelekből ítélve nem javult tavalyi önmagához képest a Majos. Még a félidő elején, illetve a közepe felén ilyen lehetőségek maradtak kihasználatlanul, így már nem volt mit csodálkozni azon, hogy az ezt követő kisebb gólhelyzetekből sem találtak be a hazai zöldek. Akik ezúttal a máskor, például legutóbb a Fradi 2 ellen, oly problémás visszavédekezést is meg tudták oldani. Így a második félidőben a paksi kontrákból nem kapott gólt a csapat, s a kritikus helyzetekben mindig jött egy segítő láb, vagy éppen kéz, sokszor persze Gendler kapus jóvoltából. Nem változott már a végeredmény, megint kikapott a Majos, ezúttal érdemtelenül, s emiatt volt szomorú minden játékos, köztük az edző Tihanyvári László is. Nem tudom, már kicsit olyan tanástalan vagyok, hogy mit kellene még nekünk ahhoz tenni, hogy egy meccset megnyerhessünk. Rengeteget dolgozunk a gyerekekkel edzéseken, mindent beleteszünk, akár edzés számba, minőségbe, intenzitásba. A meccseken, a Michelin jelen az első fél, milyenké volt, nekünk kellett volna gólokkal vezetni. Most úgy gondolom, meccs összképe alapján, én többet érzek, mint egy pont, de legyen egy pont. Én úgy gondolom, meg is nyerhettük volna, hisz a 2-1-nél zicsereink voltak. Az tény, amit mi a tutit kihagyjuk, ők a semmit berúgják. Kindl István a Paks 2 trénere éppen a Majos teljesítménye okán tartja értékesnek a 2-1-es győzelmet. Azt kaptuk, amire számítottunk, egy nagyon nehéz, küzdelmes mérkőzést, ahol hát inkább a játék minőségét azt felejtsük el, a mi szemszögünkből örülünk, hogy nyertünk 2-1-re, és elégedettek vagyunk. Az MB3-as alapkeretünk 5-6 meghatározó embere is hiányzott, tehát a Covid vírus, sérülések, tehát önmagunkhoz képest is, ha csak a mi keretünk lett volna, is nagyon tartalékosan voltunk. 17 éves fiatalok ültek a padon. Apropó 17 évesek. Az ősszel vigi kapus problémákkal küzdő Majos gondjait megoldhatja a most is bravúros védések sorozatát bemutató a Fraditól érkező Gensler Gellért. Teljesen úgy éreztem, hogy domináltunk végig a mérkőzésen. Tényleg, aki látta ezt a mai mérkőzést, az láthatta, hogy mindent kiadtunk magunkból, és haladunk tovább töretlenül, és várjuk már a következő hétvégi mérkőzést. Rendkívül örülök a lehetőségnek, és rengeteg dolgom van, hogy ezt én is tetszett mondani. Ez egy kapusnak szerintem rendkívül jó dolog, mindig akcióban van, és ez szolgálja a fejlődésemet leginkább. Továbbra is várhat magára a majosiak első MB3-as győzelme. Elnézve nagyot javuló játékokat, nem a szurkolói örök optimizmus mondatja csak velünk, türelem csigavér, inkább előbb, mint utóbb, de meg lesz.